Április 17-én munkaterv szerint tartotta ülését a képviselőtestület. A legfontosabb előterjesztés ezen a napon a 2013-as évi váltságköltségvetés volt. A rendeletet a testület egyhangulag elfogadta, így megkezdődhet az adósságrendezés következő szakasza, melyben az adósságrendezési bizottság reorganizációs programot és egyességi javaslatot készít. A képviselőtestület ülése 11 órakor kezdődött, és délután 4 óráig tartott. Az utolsó fél órában a testület zárt ülésen tárgyalt meg több napirendi pontot. Az első előterjesztés azt a beszámolót tartalmazta, amelyet a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője készített a szervezet tiszafüredi tevékenységéről. Révai Kálmán tűzoltó ezredes tájékoztatást adott arról, hogy a nemrégen létrejött új kirendeltség milyen feladatokat lát el. Az alezredes a tiszafüredi tűzoltóság tevékenységét jónak értékelte. A tiszafüredi rendőrkapitányság beszámolójához Tóth András ezredes és Halmai Ferenc megbízott rendőrkapitány fűzött kiegészítést. Mindkét beszámolót elfogadta a képviselőtestület. Határozatot hoztak a képviselők a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, a köztisztviselők szociális és egyéb juttatásairól, valamint illetmény kiegészítéséről. Hatodik napirendi pontként került a testület elé a válságköltségvetést tartalmazó rendelettervezet. Dr. Sóvágó Gyula ismertette az adósságrendezési bizottság határozatát, a bizottság javasolta a testületnek a rendelet elfogadását. Ennél a napirendnél foglalkoztak a képviselők azzal az összesítéssel, amely a már befejeződött vagy folyamatban lévő pályázatokat tartalmazta. A táblázat elkészítésére azért volt szükség, hogy az önkormányzat ez alapján kérje az önkormányzatokért felelős miniszter egyedi döntését a projektek költségeinek a költségvetésben való szerepeltetéséhez. Az április 11-i képviselőtestületi ülés tárgyalta azt a négy képviselő által benyújtott sürgősségi indítványt, amely arról szólt, hogy az önkormányzat bíróságnál kezdeményezze a semmiségi megállapítását annak a megállapodásnak, amelyet Pintér Erika polgármester kötött 2013. február 4-én Spisák György közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő helyreállításáról. Az indítvány megnevezte az ügyvédet, és javasolta megbízását a peres ügy vitelére. A határozat ellen polgármester asszony vétót emelt, ezért az ismét a képviselőtestület elé került. A testület 8 igen szavazattal ismét arról döntött, hogy a keresetet be kell nyújtani. Újvári Imre képviselő két előterjesztést nyújtott be a testületnek. Pénzügyi támogatást és a Tisza-tó Kft. Segítségét kérte a Budasi Szabadidőparkban egy családi nap megrendezéséhez. Képviselő úr egy másik előterjesztésében a park fejlesztésének tervét foglalta össze. A testület hozzájárult a fejlesztések megvalósításához, illetve kéri a Tisza-tó Kft.-től a munkálatokban való közreműködést. Csaknem egy órás tárgyalást eredményezett a Fortuna Camping bérbeadásáról szóló pályázati felhívással foglalkozó előterjesztés. A pénzügyi gondnok figyelmeztette a képviselőket, hogy a kemping csak olyan feltételekkel adható bérbe, hogy ne érhesse fedezett kivonási vád az önkormányzatot. Katona György, a Tisza-tó 2005 Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy üzleti tervükben szerepel a Fortuna Camping üzemeltetése, amit saját bevételből meg tud oldani a társaság. Itt hangzott el, hogy a szabadstrandot is tudja üzemeltetni a Kft. A testület végül döntött arról, hogy bérbe kívánja adni a Fortuna Campinget, ezért készüljön el és jelenjen meg a pályázati felhívás. A napirend lezárása után zárt ülés következett, ahol a testület többek között tárgyalt a tóparti kemping bérbeadásáról.